Megalakulása óta idén már 8. alkalommal rendezte meg jótékonysági vacsoráját a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete. A civil szervezet hosszú évek óta motorja a városban zajló eseményeknek, támogatója és pártolója az önkormányzat rendezvényeinek. Munkásságukat nagyszámú taglétszámukból eredően az élet minden területére ki tudják terjeszteni. Az egyesület elnöke azt mondta, a 2015-ös évben is igyekeznek aktív tagjai lenni a város közösségének. A célja az a rendezvénynek, jótékonysági vacsoráról van szó, hogy valamiféle pénzalapot teremtsünk ahhoz, hogy a céljaink között szereplő tervünket meg tudjuk valósítani. Ebben az esztendőben a szokásoknak megfelelően mindenféle olyan tevékenységben, amit eddig is végeztünk, részt kívánunk venni, természetesen városépítőnek szépítő munkákba részt kívánunk venni, illetve hát ami újra megrendezésre kerül, ha minden sikerül, akkor az idén ismételten megrendezzük a várossal közösen a sárospataki kötődések találkozóját július végén. Ez egybeesne majd a bornapokkal, hogy minél nagyobb kínálattal bírjuk ide vonzani a vendégeinket. Fontosak a segítő szándékú civilek a városban, hangsúlyozta a város polgármestere. Aros János arról is beszélt a jótékonysági vacsorán, hogy Sárospatak történelmében mindig is észrevehetőek voltak a városért tenni akaró civil szervezetek munkái, támogatásai. Nincs ez másként a 21. században sem. Ez a civil szervezet valóban magáénak érzi Sárospatak fejlődését, hiszen szinte valamennyi napirendi pontunkat véleményezik. Ez a civil szervezet olyan tagokból áll, akik már részt vettek és letettek valamit Sárospatak közéletének az asztalán. Mondhatnék főépítészt, mondhatnék építészeket, mondhatnék pedagógusokat, tehát az ő véleményüket a képviselőtestület kötelezően figyelembe kell, hogy vegye. Én megköszönöm ilyenkor ezen az alkalommal, hiszen most már hagyományosan megrendezik ezt a év értékelőt és következő év tervekről való egyeztetést. Megköszönöm ebből az alkalomból az ő munkájukat, megköszönöm, hogy összefogják a városi civil szervezeteket. A tettek mellett a vélemények is pontosak, és mivel a Lokálpatrióták elnöke évek óta tagja a városi képviselőtestületnek, így a helyi civilek hangja közvetlen úton ér el a képviselőtestülethez. A jótékonysági vacsorán pedig nem csak a jelenlétükkel, a tombola tárgyakkal is támogathatták a résztvevők a civil szervezet munkáját.